ünnepen szólt a Fuvola. Megyei Prímadíjjal ismerték el Markóné Szalai Gyöngyvér eddigi munkásságát. Születésnapa Középpontban, 30. alkalommal rendezték meg a Flóra Virág Fesztivált Kecelen. Újévi koncert, filmslágerek és rockklasszikusok nyitották az évet Kiskunhalason. Gyere ki a tóra, jeges program a Vadkerti tón, kori, zene és forró italok. Köszöntöm a Bács-Kiskun megyei Krónika nézőit a Krónika 20. évfolyamának első számával, melyet az elmúlt 2016-os év decemberének fontos és érdekes megyei eseményeiből állítottunk össze. Átadták a Bács-Kiskun megyei prímadíjakat. A magánfelajánlásokból származó 3x 1 millió forintos díjat és az internetes szavazatok száma alapján elnyert közönségdíjat Kecskeméten vehették át a kitüntetettek. Bajáról Markóné Szalai Gyöngyvér, a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola fúvós tanszakának vezetője érdemelte ki a rangos elismerést. Egy Csajkovszkij darabot gyakorol a Fuvola tanár és az egyik növendéke. Egy hangversenyre készíti fel éppen a diákot Markóné Szalai Gyöngyvér, mint ahogy tette azt oly sokszor az elmúlt évtizedekben is. A tanár 1988 óta, a főiskola befejezése óta tanít a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában, 2011-től pedig a fúvós tanszak vezetője. A tanítványai rendszeresen nyernek el díjakat országos megmérettetéseken, nemzetközi fuvola versenyeken is szerepelnek, és együttesként is bemutatkoznak a nagy közönség előtt. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Bács-Kiskun megyei szervezete az idén is kitüntette a művészet, a tudomány, az oktatás és a sport kimagasló megyei képviselőit. Nem igazán számítottam arra, hogy ilyen kaliberű jelöltek mellett én nyerni fogok, de hatalmas nagy öröm volt a számomra az, hogy ilyen megbecsülésben részesülhettem. A majdnem 3 évtizedes munkám úgy érzem, hogy kapott egy csodálatos visszajelzést, egy megerősítést arra vonatkozólag, hogy a helyemen vagyok a zeneoktatásban. A bajai díjazott mellett Barta Dóra táncművész, koreográfus, a Kecskeméti Katona József Színházban működő tánctagozat, a Kecskeméti City Ballet vezetője, valamint Kemény András nyugalmazott kunadacsi pedagógus részesült az elismerésben. Bács-Kiskun megye 2015-ös eredményeit értékeli a legnagyobb 100 vállalkozás adatai alapján elkészült Top 100 kiadvány, amelyet most mutatott be a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A NAV Bács-Kiskun megyei Adó és Vámigazgatósága, valamint a Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Főosztálya idén is partner volt abban, hogy a térség legjobb vállalkozóinak üzleti eredményeit, kimagasló teljesítményét meg lehessen ismerni. Magyarország tartós gazdasági növekedéséhez nagy mértékben hozzájárul Bács-Kiskun megye 100 legkiválóbb gazdasági társasága. Jelenleg az 5. helyet foglalja el a megye az egyfőre jutó ipari termelés vonatkozásában. A top 100-as dobogó legfelső fokán a Mercedes gyár áll. A 100 vállalkozás közül 25 nem járult hozzá az adatainak az évkönyvben történő megjelenéséhez. Azok, akik viszont igen, közülük 27 vállalkozás kecskeméti. A megye fejlődése tovább folytatódott, köszönhető az elsősorban a feldolgozóiparnak, és ezen belül is a járműgyártásnak. Itt egy nagyon jelentős 13%-os növekedés következett be, ami a legnagyobb 100 vállalkozásnak a eredményen alapul, árbevétel tekintve. Egyre inkább kétarcúvá válik a megye. A Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, a kecskeméti térség és annak vonzás körzete egy nagyon gyorsan fejlődő, iparosodó terület. A megye középső és délebbi része leszakadóban van. A Hírösvárosban összpontosul a top 100 vállalkozás 47%-a, a Bácsalmási járásban pedig nincs egyetlen top 100-as cég sem. Gál József szerint a jövő feladata ezt az egyenlőtlenséget kompenzálni. Ahogyan elhangzott, gazdaságélénkítő intézkedés lehet a Kecskemétet Bajával összekötő közút fejlesztése. Ezzel a megye középső és déli területeiről is be lehet majd vonni a beszállítókat. Hosszú Katinka és dr. Dániel József kapta Baja városán nyilvánításának 320. évében a díszpolgár címet.
A decemberi ünnepi testületi ülésen mintegy 30 bajainak mondott köszönetet a város vezetése sok évtizedes munkájáért. Felcsák Róbert polgármester a jövő év jelmondatát is bejelentette, miszerint 2017 az idősek éve lesz. Felcsák Róbert polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott: a város fejlődése minden bajai polgár sikere. A testület az idén két díszpolgár személyéről döntött. Egyhangulag több jelölés is érkezett Hosszú Katinkára és a tanárúra, Dániel tanárúra. Tanárúrnak az idén jelent meg a könyve, rengeteg diákja, olyan ember ment át a keze alatt, aki jelentős eredményeket ért el az élete során a saját területén. Hát Hosszú Katinkának a szárnyalása pedig az idejében, én azt gondolom, hogy nem szorul magyarázatra. A város háromszoros olimpiai úszóbajnoka versenyei miatt nem tudta személyesen átvenni a kitüntetést. Dr. Dániel József az ő nevében is köszönetet mondott az ünnepségen. A harmadik Béla gimnázium egykori tanára büszke arra, hogy fizikából sokakat ő készített fel az orvosi és a műszaki tudományos felvételi vizsgákra. Akkor, amikor megtudtam, természetesen ugye kellemes érzéssel tölti el az embert az, hogy környezete, a városa észreveszi azt, hogy tett olyasmit az elmúlt évtizedekben, amiket hát ezzel a tiszteletre méltó magas dekorummal ismernek el. Baja polgármestere 2017 jelmondatát is bejelentette az ünnepségen. A következő esztendő a kor, a tudás és a bölcsesség éve lesz, amivel a város az idősek előtt tiszteleg. A Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara kitüntető díjait az ünnepi küldött gyűlés keretében 23-an vehették át, közülük 14-en kecskemétiek. Ezen az alkalmon osztották ki a jótékonysági hírös vacsora bevételéből befolyt tanulmányi támogatásokat is. A kiváló mesterek képzése a jövő legfontosabb feladata. A minőségi szolgáltatás érdekében a jó szakembereket pedig itthon kell tartani. Ezt a bérek rendezésével, a járulékok csökkentésével, amit a kormány most elkezdett, meg is lehet valósítani. Így vélekedik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara emlékplakettjével kitüntetett Pivon József, aki a hazai mesterképzés elmúlt 40 évének egyik kiemelkedő irányítója. A személyi szolgáltatás, ami fodrászól kezdve az autószerelők, körülbelül 80%-át kis és középvállalkozások végzik. Ugyanez vonatkozik az építőipar és bizonyos területeire, hogy itt is kb. 60%-át a kisebb és középvállalkozások csinálják. Most ez mesterképzésig nem megy. Olyan követelményi rendszert állítottunk fel országosan, hogy szerintem Németország után talán mi is ott vagyunk. A Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara legrangosabb kitüntetését, a Bács-Kiskun megye gazdaságfejlesztéséért díjat az Univer Produkt ZRT vezérigazgatója Molitoris Károly érdemelte ki az Univer cégcsoport eddigi munkája elismeréseként. A megyei szakképzésért díjat idén a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Oktatási művezetője Jó Gábor vehette át. A többi rangos díj és elnöki elismerő oklevél átadásán kívül a hátrányos helyzetű, de jó tanulmányi eredménnyel büszkélkedő szakmunkás tanulók is részesei voltak a sikernek. 12 tanulmányi támogatást kaptak a híres héten megrendezett jótékonysági híres vacsora bevételéből. Igazi születésnapi partival vette kezdetét december 2-án a Keceli Városi Sportcsarnokban a 30. Flóra Virágfesztivál, melynek már 14 éve társrendezvénye az országos fazekas kiállítás. A háromnapos programsorozatnak több mint 10 000 látogatója volt. A rendezvény fő témája a kerek évfordulón természetesen a születésnap volt. Köszöntőjében Hasziló Ferenc polgármester kiemelte, hogy közel 100 ember odaadó munkája segítette a program létrejöttét. Bányai Gábor országgyűlési képviselő is méltatta ezt az összefogást, és mint mondta, ő már diákként az első flórán is részt vett. Voltak, mikor nagyobb tömegben voltak a virágok kéjezve, meg nem volt ennyi ilyen installáció, hogy most mondják ezt, tehát kevesebb volt. Több volt inkább maga a virág, az is nagyon szép volt. A rendezvény célja idén is az volt, hogy lehetőséget adjon a kertészet és a virágkötő szakmának a bemutatkozásra. Ezt meg kell tartani, és a városban, amikor 8-10 000 ember ellátogat ebben a három napban, ebben a hétvégében, és tényleg tavaszt varázsolunk a télben. A három nap alatt több kiállításra és bemutatóra várták a kultúra kedvelő közönséget. Kovács László kalocsai fazekasmesternek köszönhetően a Művelődési Házban a 14. országos fazekas kiállítás és találkozón majd 30 alkotó mutatkozott.
mutatott be. Itt Kecelen kialakult, és ezt komolyan mondhatom, hogy talán egyedül az országban egy olyan fazekas vásár is, ahol csak a minőség számít. A legjobbakat szakmai díjjal jutalmazták, sőt most először a közönség is szavazhatott. A rendezvény zárásaként ünnepélyes keretek között vágták fel a Flóra születésnapi tortáját. A 2016-os Fölszállott a páva nyertesei voltak a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Dusnoki Aprók Gyermek Néptánc Együttese, melyben dusnoki és kalocsai gyerekek táncoltak. Az eredményt a kemény munkának és a közös összefogásnak köszönhetik. 2016 tavaszán egy videófelvétel beküldésével neveztek a Fölszállott a páva tehetségkutató versenyére, amit a zsűri érdemesnek tartott a továbbjutásra. A zsűri megnézte, és ez neki tetszett, ezért bejutottunk a selejtezőbe. Ott 59 ponttal bejutottunk az elődöntőbe. És még pontszámokban is kifejezték, hogy tetszett nekik, és 60 pontot kaptunk, ezért bejutottunk a középdöntőbe. A középdöntőn és a döntőn a helyiek közösen szurkoltak a 8 négyzetméteres vetítővászon előtt, amit élő bejelentkezéskor látni is lehetett. A középdöntő és a döntő között már egyre rövidebb volt az időszak, így amikor mindig meghallottuk ott az élő adásból, hogy tovább jutottunk, akkor a nagy öröm után mindjárt eszünkbe jutott az, hogy akkor gyorsan ismét kemény munka vár ránk, de a gyerekek nagyon lelkesen vették az akadályokat. Hajrá, Dusnok, hajrá, páva! Nagyon-nagyon sok szülő összefogásával, pedagógusok összefogásával tudtuk ezt a munkát így elvégezni közösen. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek. Dusnok! A 2 millió forintos nyereményből viseleteket, csizmákat, karaktercipőket, valamint eredeti sárközi szoknyákat és kötényeket szeretnének készítetni. December 16-a és 23-a között Kiskörösváros intézményei és civil szervezetei vették birtokba Petőfi Sándor Művelődési Központ előtt felállított faházakat. Az ünnepváró forgatagban a családok minden tagja megtalálhatta magának a szórakozást, az adventi tér évek óta kiemelkedő események Kiskörös életének. Egy héten át minden este programokkal és finomságokkal várták a térre látogatókat. Idén legnagyobb számban az óvodák és iskolák, valamint a sportegyesületek képviseltették magukat. Hogy miért fontos? Hát elsősorban a gyerekekért tesszük. Hatalmas a szülői összefogás, legalábbis a mi osztályunkban. Szerencsére nagyon lelkesek a szülők, és aki elvállalt egy-egy estét, ő azt mondta, hogy minden hozzávalót is beszerez, és hoznak mindent, főznek. Minden este kinyitott a kiskunsági Veszter lovasok, a Trizoli Jótifuti és a Kötőrúd Egyesület, a Beteg Litauszki Zarajavára gyűjtő baráti társaság és a Polgárőrség faháza is. Nagyon régóta nem mutatkozott a Polgárőrség semmilyen módon Kiskörösön, illetve környékén. Hát a legelső vállalás az volt, hogy igyekszünk megjelenni a közéletben, szobálni az emberekkel, megmutatni, hogy vagyunk, létezünk. Igyekszünk cselekedni. Ez már a többedik alkalom, hogy Litauszki Zarának gyűjtünk. Jelen esetben egy ilyen civil kezdeményezésről van szó. Illetve az apropó, emellett, hogy számára gyűjtünk így adományt, december 26-án lesz éppen 7 éves. A gyerekek körében a legnagyobb népszerűségnek a Mikulás szánya örvendett, amire sokan felültek, hogy közös fotót készítsenek vele. Motoros Mikulások felvonulásával, a Kertvárosi Diákok műsorával és az Összefogás az Állatokért Alapítvány önkénteseivel folytatódott az ünneplés Kalocsán, advent második vasárnapján. Példaértékű összefogásnak lehettek tanúi a Kalocsai Szent Kereszt Kórház dolgozói és kisbetegei. Ugyanis advent második vasárnapján Motoros Mikulások lepték el ajándékaikkal a gyermekosztályt. Ezzel azonban még nem ért véget a Kalocsa környéki motorosok jótékonysági gurulása, hiszen ajándékosztásukat a Sétáló utcában folytatták tovább. És hogy ne csak a jelenlévő, hanem a rászorulott csemeték ünnepét is szebbé tudják varázsolni, egy jelentős összeggel hozzájárultak a Csaljunk mosolyt a gyermekek arcára elnevezésű adománygyűjtő akcióhoz is. A Mikulások jelenléte tehát nagyban meghatározta advent második vasárnapjának hangulatát, amelyet a Kulturális Központ által rendezett ünnepség fokozott tovább. A meghitt eseményen Rejterné Fekete Magdolna intézményvezető jóvoltából felgyulladt a város második adventi gyertyájának fénye, majd a kertvárosi tagiskolások előadásával zárult az ünnepi délután.
A forgatagból természetesen a megszokott zsíros kenyér, tea és a forralt bor sem hiányozhatott, amit ezúttal az Összefogás az Állatokért Alapítvány Kalocsa önkéntesei kínáltak a jelenlévőknek. Fenyőfákat kaptak ajándékba a nehéz helyzetben élők. A több mint 260 darab ezüst fenyőt egy helyi vállalkozó ajánlotta fel. A karácsonyfákkal elsősorban a nagycsaládosoknak szerettek volna segíteni a szervezők. Ezüstfenyők sorakoztak már korán reggel a belvárosi közösségi ház udvarán. Vég Károly vállalkozó több mint 208-10 éves fát ajánlott fel a rászorulóknak. Évente körülbelül ezt a mennyiséget szoktuk felajánlani, és ugye szeretünk volna azoknak az embereknek segíteni, akiknek a karácsonyi költségvetésébe nem biztos, hogy belefér a karácsonyfa. Három fiú gyerek örül majd otthon a karácsonyfának, a család pedig 6 fős, mesélte Bartos Péterné. 13 éves ikrek vannak, meg egy 6 éves kis fiú lett. És hogy töltik a karácsonyt? Otthon töltük, és nagyon boldogok minden évben. 50 darab fát Horváth Szilveszter vehetett át, amiket ő oszt majd ki a nagycsaládosoknak. Ez nagyon nagy segítség nekünk, mert ennyivel több pénz marad a gyerekekre, meg a karácsony ünnepségre neki. Korábban is ajándékoztak fákat, de ebben a formában harmadik éve ajánlják fel a fenyőket, mondta a város alpolgármestere, aki maga is segített a munkában. Elsősorban, ugye, ahol több gyermek van, és akiknek esetleg nehézséget okoz a fenyőfa megvásárlása, illetve azoknak, akik azzal, hogy kapnak ajándékba egy fenyőfát, azzal több jut a karácsonyi asztalra, több pénzt tudnak esetleg egymásra költeni a gyerekekre. A jótékonysági fenyőfaosztást az önkormányzat, a Baja Marketing Kft., valamint a kistérségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat közösen szervezte meg az óvodák és iskolák pedagógusainak közreműködésével. A barokk kastély felújítása és a látogatók előtti megnyitása óta Hajóson ez az intézmény ad otthont a karácsony előtti adventi ünnepségeknek. Ezen alkalmakkor a város egy-egy civil szervezete ad műsort az érdeklődőknek, majd vendégeli meg őket házi készítésű finomságokkal. Advent 4. vasárnapja az óvodás nagycsoporté, akik a 4. gyertya meggyújtása előtt hagyományos betlehemi színdarabbal köszöntik a karácsonyt. A templomi és a német énekkar, valamint az általános iskola előadását követi az óvodások betlehemi színjátéka, melyet először a kastélyban szüleiknek és az érdeklődőknek, majd társaiknak az óvodában is bemutatnak. A jól ismert bibliai történet minden évben a nagycsoportosok feladata, melyet a kisebbek is érdeklődve figyelnek. Izgatott kíváncsiság övezi a karácsonyfa alatti ajándékok sorsát is, melyeket helyi támogatók segítségével sikerült a gyerekekhez eljuttatni. A fenntartó váltás jelentős változás az intézmény számára, a pedagógiai munkát viszont nem befolyásolja számottevően. Karácsony a meghittség, az egymás felé fordulás ünnepe. Ilyenkor a családok mellett a közösségek is az alkalomhoz illő módon ünnepelnek. Így történt ez az izsáki Aranyfürt idősek otthonában is, ahol kedves műsorokkal köszöntötték az otthonlakóit. A köszöntésben gyermekek és felnőttek közreműködtek, így szép éve az otthonlakóinak karácsonyát. Vagyunk az izsáki Aranyfürt idősek otthonába. A mai napon megrendezésre került a hagyományos karácsonyi ünnepünk. Nagyon örülünk neki, hogy a lakóink nagy része és hozzátartozók nagyon nagy számmal eljöttek és megtiszteltek bennünket ezen a szép ünnepen. A mai napon Grinovics Anikó a kollégáival énekelve emeli az ünnep fényét, és az izsáki és kecskeméti tánc együttes adja elő a műsorát. Az intézmény működéséhez több vállalkozás és magánszemélyi segítséget nyújtott az év folyamán, mely támogatásoknak köszönhetően még kényelmesebbé és változatosabbá tehették a gondozók az otthon lakóinak mindennapjait. Nagyon szépen köszönjük ebben az évben történt adományokat.
nagyon köszönjük a rengeteg segítséget. Ezúton is szeretném megköszönni kedves kollégáimnak a rengeteg munkát és a rengeteg türelmet. Izgatott, ugyanakkor megszeppent gyerekek érkeztek a Máltai Szeretetszolgálat bajai csoportjának irodájába. Tudták, hogy ők most bizony meglepetést fognak kapni a közelgő karácsony alkalmából. Méghozzá nem is akármilyet, hanem az éles látás ajándékát. A Máltai Szeretetszolgálat bajai csoportja is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amely ingyenes iskolai szűrésekkel, valamint szemüvegekkel támogatja azokat a gyerekeket, akik rászorulnak. Ezen a napon 7 gyermek vehette át új szemüvegét, aminek ők és szüleik is nagyon örültek. Megnézték, anyunak is tetszett, meg nekem is. És hordani fogod ezután? Igen, jó szemüvegesnek lenni. A csoport vezetője Maros Beáta megköszönte a programban résztvevőknek a segítséget, hiszen dr. Matkovics Zsuzsanna szemész és az egyik helyi optika segítsége nélkül az akció nem valósulhatott volna meg. A Máltai Szeretetszolgálat bajai csoportja október hónapban kezdte a látásszűrővizsgálatot több általános iskolában. Igyekeztünk úgy választani elsősorban azok az iskolák közül, ahol a gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma nagy, illetve sok a tanyasi és a nehéz szociális körülmény környezetből érkező. Hozzátette, ezek a tanulók magánúton nem biztos, hogy eljutnának szemvizsgálatra, és szemüvegre sem futnál nekik, amely manapság már nem olcsó mulatság. Örültünk a bajai Máltai Szeretetszolgálat felkérésének, hogy dr. Matkovics Zsuzsannával együtt megcsinálhatjuk a gyerekek szemszűrését, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél előbb kiszűrjük, hogyha valakinek szemüvegre van szüksége. A program végén a gyerekeknek pedig a szép új szemüvegeikben nem volt nehéz megígérniük, hogy ezentúl rendszeresen hordani is fogják az ajándékukat. A 2002-es polgármesteri serleges fogadalomtétel eredményeképpen 2003 óta minden évben a Petőfi Sándorral egy napon született gyermekek sorszámozott, névre szóló verses kötetet kapnak, melyet hagyományosan szilveszter napjának délutánján adnak át a Kiskörösi Városháza dísztermében. 2016 első napján 189 gyermek született Magyarországon. 9 család vette át személyesen az ajándékot, a többieknek postai úton jutatják el. Kúszó mászó tipegő egyéves apróságokkal telt meg a díszterem december 31-én délután, akik láthatóan nagyon jól érezték magukat az erre az alkalomra kialakított játszósarokban. Az átlagosnál többen vállalták az utazást ezen a napon Kiskörösre, jöttek az ország minden részéből, bár a legnagyobb számban Tolna megye képviseltette magát. Öt Bódogár Böröcáronnak hívják, Tolna megyében lakunk Győrében, és tavaly január 1-én 11 óra 13 perckor született. Egy igazi kis életre való, egyedül megyünk már, úgyhogy egy belevaló kisrác. Volt olyan család, akik nem először jártak ezen a kedves ceremónián. Mi már másodszor veszünk részt ezen az ünnepségen, mert nekünk a középső lányunk is január 1-jei, úgyhogy mi 4 évvel ezelőtt pontosan ugyanígy itt voltunk, és azt gondolom, hogy egyrészt ez egy nagyon páratlan dolog, hogy január 1-én szülessen valaki, főleg így, hogy van egy költőnk, aki szintén ezen a dátumon született, és azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos, hogy átadjuk a gyerekeknek. Kiskörös város önkormányzata kizárólag ebből az alkalomból adatta ki a Helikon kiadóval a Petőfi köteteket. A kötet belső borítóján Ex Libris-t helyeztettek el, amelybe az átadás előtt feltüntetésre kerül a tulajdonos neve. A különleges kötet üzleti forgalomban nem kerülhet. A névre szóló Ex Libris-szel és emléklappal ellátott könyvet csak az kaphatja meg, aki a költővel egy napon született. Császártöltésen fontosnak tartják a község történetének megismerését és a múlt emlékeinek megőrzését. Erről az első könyvet még a néhai Bánáti Miklós tanító úr írta meg, 22 évtized az új hazában címmel. A történelmi kutatásnak vannak folytatói napjainkban is. Vikker Erika, Knipl István, Bolvári Csaba és Bánáti István munkája nyomán egy újabb könyv készült el. A bemutatón elhangzott. Törekszünk arra, hogy egy olyan alapművet adjunk az olvasók kezébe, amit később forrásként is föl lehet a különböző dolgozatokhoz, pályázatokhoz, vagy bármilyen kutatáshoz használni. Úgy gondolom, hogy ez a második kötet, úgy mint az első, ezt a célt elérte és ezt fogja szolgálni.
Krimpli István mutatta be a könyveket és ismertette a feldolgozott időszakot. Tehát ugye egymás mellett így a kettő kötet, az első kötet, a második kötet. Ugye az első kötet az a császárlott és betelepítési előtti időkkel foglalkozik, illetve magával a betelepítéssel, a második kötetben utottunk egy kicsit időben. Ez már szintén tematikus kötet, ez gyakorlatilag az 1918-as évektől 1948-49-ig foglalkozik a falu történetével. A könyv által feldolgozott időszak ma is élő tanúi emlékeikkel és tárgyi dokumentumaikkal hitelesíteni tudták az egyes részeket. A polgármester a könyvhöz fűződő gondolatait is megosztotta a hallgatósággal. Ez egy nagyon jó üzenet nekünk, hogy nem szabad elkeserednünk, sírnunk, ha nehezen megy az életünk, mert olyan nehezen, mint ezek az évtizedek biztos, hogy nem mennek, és mi is tudunk azért alkotni és valamit az utódainkra hagyni. Működésének 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi konferenciát a Bács-Kiskun megyei Honismereti Egyesület a Városháza dísztermében. Székelyné Kőrösi Ilona elnök, fő múzeológus köszöntötte a konferencia vendégeit, majd debreceni Droppán Béla, a Magyar Nemzeti Múzeum történésze, a Honismereti Szövetség elnöke mondott ünnepi köszöntőt. Ebben kiemelte, a Bács-Kiskun megyei egyesület az egyik legaktívabb az országban, példaként állhat minden honismereti csoport előtt. Debreceni további sikeres munkálkodást kívánt a megyei szervezetnek, ezt követően pedig egy emléklapot adott át Székelyné Kőrösi Ilonának. A 25 éves múltról a nap folyamán előadások, beszámolók hangzottak el, és bemutatták Gazda József erdélyi író a Hajó törött című 1956-ban játszódó regényét. Filmslágerek és igazi rock klasszikusok is felcsendültek a 2017-es újévi koncerten a Baptista templomban. A kiskunhalasi városi fúvós zenekar meglepetés vendégekkel kiegészülve több mint 2 órán keresztül szórakoztatta a publikumot. Újévi köszöntőjében Fülöp Róbert polgármester felelevenítette a tavaly év legmeghatározóbb eseményeit, és beszélt az idei tervekről is. A hagyományoknak megfelelően az újévi koncerten beszédet mondott Kiskunhalas polgármestere. Fülöp Róbert köszöntőjében felelevenítette a 2016-os év legkiemelkedőbb fejlesztéseit, és az idei tervekről is beszélt. A legfajsúlyosabb dolog az az, hogy egy stabil költségvetésünk volt 2016-ban, ez teremtette meg a fejlesztéseknek az alapját. Én szívesen gondolok vissza az idei évből az adióvoda felújítására, vagy az útépítésekre. Én szerintem ezek nagyon fontos és kiemelendő témák, és hát nagyon bízom benne, hogy a 17-es évünk is hasonlóan jó lehet, tekintve, hogy rengeteg előkészített és beadott pályázatunk van. A koncert egyik meglepetés vendége az a Kis Dávid volt, aki új zenekarával néhány napja 11 ezer ember előtt zenélt az arénában. Mint mondja, a halasi fúvósokkal is éppen ilyen öröm volt együtt dolgozni. Ez egy rockosabb repertoár, híres dalokat dolgozunk fel, amiknek a kottája nagyjából megvolt már, én csak hozzátettem azt, amit tudtam. A két felvonásos koncert szünetében pezsgős kocintásra invitálták a jelenlévőket. A vendégektől azt kérdeztük, mit kívánnak a 2017-es évre. A gyerekeimnek legyen szerencséje, meg hogy mindenki érezze jól magát ebben az évben. Hosszú évtizedeken, talán egy évszázadon át is folyt a vita Petőfi születési helyét illetően. Ma már mindenki tudja, hogy a szabadságharc lánglelkű költője Kiskörösön született. A szülőház falán található tábla szerint 1822. december 31-én. Másnapi keresztelésének bizonyítéka pedig feketén-fehéren olvasható az evangélikus gyülekezet anyakönyvében. Ezekre a tényekre épít a hagyományos megemlékezés az új év első óráiban. Éjfél tájt a több évtizedes hagyományt követve már gyülekeztek az emberek Kiskörös főterén. Kispálné dr. Luca Ilona múzeumigazgató köszöntő szavai után Nagy Zoltán szavalt, majd emlékbeszédet mondott dr. Krasznovszki Mihály irodalomtörténész. Amúgy semmi rendkívüli nem történt 1823. január 1-én Magyarországon. A Petrovics családhoz hasonlóan bizonyára több száz gyermek látta meg a napvilágot szerte az akkor még nagy hazában. Reméletem mind nagyszerű férfiú és asszony lett felnövekedvén, de közülük csak egyetlen egy lett a nemzet bizodalma, s lesz azután a nemzet örök vesztesége, s mindösszesen adatott neki 26 esztendő.
Ezt követte Domonyi László polgármester beszéde, valamint a serleges fogadalomtétel. 1998. december 21-én kelt az az okirat, amely szerint Kiskörös város mindenkori polgármestere serleges fogadalmat tesz, és teljesítéséről egy év múlva be is számol. A cél a Petőfi kultuszápolása. Az idei fogadalommal szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a gyönyörűen felújuló szoborparkban egy automata öntözőrendszert építsünk ki. A koszorúzást és a szózat közös eléneklését követően tűzijátékkal zárult a Petőfi szülőház előtti ünnepi megemlékezés, majd a jelenlévők elzarándokoltak az evangélikus templomba, ahol Lupták György püspök helyettes évkezdő áldása után megtekintették azt az anyakönyvet, amelybe Petőfi Sándor keresztelését bejegyezték 1823. január 1-én. Csökkent a népesség természetes fogyása 2016 első háromnegyedévében Bács-Kiskun megyében a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a tavalyi év hasonló időszakához képest. Ebben az évben a házasságkötések száma emelkedett. 13%-kal többen fogadtak egymásnak örök hűséget, mint egy évvel korábban. Jelentősen csökkent a népesség természetes fogyása ebben az évben. Olvasható ki a Központi Statisztikai Hivatal első háromnegyedéves adataiból. Szeptember végéig 3451 gyermek született, vagyis 1,2%-kal kevesebb, mint 2015 hasonló időszakában. Bár ez a szám csökkenést mutat, de a Bács-Kiskun megyei kórház friss adatai szerint december 29-éig 2602 gyermek látott napvilágot az intézmény falai közt, ami már most 62-vel több, mint 2015-ben. Megyénkben idén a halálozások száma is csökkent. 5033 haláleset volt, ami 7,3%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Az év első 9 hónapjában a születések és a halálozások különbözete 1582 fős fogyást eredményezett, 18%-kal kevesebbet, mint 2015 azonos időszakában. 2016-ban nőtt a házasságkötések száma. Szeptember végéig 2177 pár fogadott egymásnak örök hűséget, 13%-kal többen, mint egy évvel korábban. A megyében is egyedülálló eszközzel gazdagodott a Kiskunhalasi mentőállomás műszerparkja. A több mint 4 millió forintot érő újraélesztéseknél használható különleges mellkas kompressziós gép már éles helyzetben is jól vizsgázott. Ennek az első pillanatban furcsának tűnő eszköznek komoly szerepe van az újraélesztésben. Az új műszer több mint 4 millió forintba kerül, a Kiskunhalasi Mentő Alapítvány, valamint az Országos Mentőszolgálat Alapítványának közös vásárlása volt. Nagyon pontosan, ugyanabban a frekvenciában, ugyanabban a mélységben végzi, és ennek az a plusz hozadéka, hogy egy plusz ember felszabadul, aki a újraélesztés első perceiben hamarabb tudunk gyógyszeres beavatkozást végezni, és az infúzió bekötése is hamarabb tud ugye kiviteleződni. A Lukász típusú berendezésből Bács-Kiskun megyében ez az egyetlen működik. Nagy József állomásvezető mentőtiszt elmondta, rövid időn belül bebizonyosodott, hogy éles szituációban is jól működik az eszköz. Már az első napon, amikor megérkezett, akkor a gyakorlatok után felhelyeztük az autóra, és pár óra után már az első kivonulás, az egy megkezdett újraélesztés volt, ami sikertörténet lett, mert pár perces újraélesztést követően az eszközt ugye felhelyezték, és egy sikeres keringés visszatérés történt, és a beteg azóta föl is ébredt, és át is került egy utókezelésre, úgyhogy az első bevetése az eszköznek az egy sikeres újraélesztés volt. Jótékonysági akciót szervez a Kereszténydemokrata Néppárt Kecskeméti és Bács-Kiskun megyei szervezete. Kezdeményezésük célja a Dávodi Jézus Szent Szíve templom főbejáratának felújítása. Márciusban Kecskeméten egy jótékonysági esten gyűjtenek majd a templom javára. 1898-tól 1902-ig építették a Jézus Szent Szíve templomot, mely Dávod püspök pusztai részén áll. Utoljára 90-es évek elején volt lehetőségük a dávodiaknak arra, hogy részben felújítsák az épületet. A Kecskeméti és a Bács-Kiskun megyei KDNP most a település lakóinak segítségére siet, jelentette be Mák Kornél, a Kecskeméti és a Bács-Kiskun megyei szervezet elnöke. Gyűjtést szerveznek azért, hogy legalább a templom főbejárata megújulhasson. Március 10-én lesz egy nagyszabású sergei koncert,
ilyen alkalommal olyan 3-400 ezer forintot tudunk összegyűjteni, ami úgy gondolom, hogy azért segítséget jelenthet mindenféleképpen a település számára. A március 10-i jótékonysági koncerten a Piarista iskola dísztermében fellép többek között a Novum Kamarazenekar, Csík János, a City Ballet, valamint kecskeméti színészek és képzőművészek is hozzájárulnak az est sikeréhez. Dávod polgármestere kiemelte, nagyon örülnek a segítségnek. Olyan része fog megszépülni a településnek, amit, ahogy hallottuk, elég sokan látogatnak. Sajnos még egyelőre csak szombaton van nyitva, akkor vannak istentiszteletek, de szeretnénk ezt kibővíteni, főleg a nyári szezonba. Dávod polgármestere elmondta, az első cél a templom főbejáratának felújítása, de később a település képviselőtestülete szeretne nagyobb összeget elkülöníteni a teljes renoválásra. Jól csúszik a jég a befagyott vadkerti tavon. A csónakokat és a vízibicikliket most korcsolyák és szánkok váltották fel. Január 7-én a jégtükör sokakat csábított arra, hogy itt hódoljanak kedvenc téli sportjuknak és élvezzék a télatta örömüket. A Soltvadkerti Jóiton Egyesület szervezésében ezen a napon nagy üzem volt a tavon. Egy kisebb jégpálya is megtelt volna annyi emberrel, ahányan csúszkáltak, korcsolyáztak és hokiztak a tó 11 cm-re hízott jegén. Évek óta várjuk ezt az alkalmat, hát én azt hiszem, hogy utoljára ilyen komoly buli egy 5-6 éve volt, 2010-11 környékén. Már az előző év végén megpróbálkoztunk ezzel, de az sajnos a jégminőség miatt le kellett fújni, mert akkor ilyen 4,5 cm volt csak a jég vastagsága. A fáradt korizók szalmabálákon és kényelmes fotelekben pihenhettek. Szerencsénk van az időjárással, gyönyörű időnk van, talán a kicsit a szél az erősebb, mint kellene, de tökéletes időnk van erre az eseményre. És én úgy látom, hogy a következő 10 napban is tudunk tovább korcsolyázni, tehát megmarad ez a jég vastagság, sőt tovább fog erősödni. Nem csak soltvadkertiek élvezték a tél örömeit a tavon, az ország és a megye más településeiről is érkeztek vendégek. Szerintem remek ötlet, mert nem csak, hogy a barátaiddal találkozhatsz, hanem új embereket ismerhetsz, és kijöhetsz, és elfoglalhatod magad ilyen hideg időben is. A korcsolyázás csúszkálás élményét zene és büfé is szolgálta, ahol meleg tea, forralt bor és finom harapnivalók várták a résztvevőket. Megalakulásának 6. évfordulóját ünnepelte a Vidám Rácok Tánckör. Ebből az alkalomból ünnepi táncházat tartottak a kalocsai Hunyadi utcai közösségi házban, ahol természetesen a horvát táncoké volt a főszerep. Hangos dallamok, pergő lábak, összefonódott karok és hatalmas körben táncoló vidám emberek. Ezek jellemezték péntek este a Hunyadi utcai közösségi házban tartott táncházat, ahol most a horvát lépéseké volt a főszerep. Ma kimondottan csak horvát táncokat tanulunk. Pécsről jött a Vizin zenekar és Vélin Veszna táncpedagógus, és tőle drávamenti táncokat tanulunk. Tehát csak horvát, ma a horvát táncok vannak csak. A horvát tánckör már 6. éve működik, és minden hét péntekén összegyűlnek egy közös táncolásra. A mostani viszont különleges alkalom volt, hiszen a Veszeli Ráci, azaz a Vidám Rácok tánckör megalakulásának 6. évfordulóját ünnepelték. A táncosok elmondása szerint a lépéseket nem nehéz megtanulni, csak rá kell érezni a zene ritmusára. Sok apró lépés, és amit most ma nagyon sokat gyakoroltunk, a durmes nevű lépés, a apró rezgő lépések a legfőbb jellemzője a horvát táncoknak, és a kóló lépés. Az idei első vízkereszti táncházat a horvát önkormányzat és a tánckör közösen szervezték meg, ahol a pécsi Vizin zenekar szolgáltatta egész éjjel a talpalávalót. Aki lemaradt volna a táncolásról, ne keseredjen el, hiszen a közeljövőben lesz még hasonló lehetőség. A soltvadkerti Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI híres sakversenynek adott otthont. A program magyarországi helyszínén 20 sakkozó igyekezett győzelemre segíteni hazánkat. A versenyzők az interneten, online kapcsolaton keresztül 2x10 perces időtartamban mérkőztek meg egymással. A kezdeményezés Spanyolországból indul, célja pedig az, hogy népszerűbbé tegye a sakkot a gyerekek körében. A Polgár Judit Sakkalapítvány és a Soltvadkerti Evangélikus Általános Iskola közös munkájának eredményeként jött létre a sakk nemzetközi ünnepe a városban. A gyerekek 12 országból csatlakoztak az eseményhez.
ebbe a pár órába nem csak Magyarországon, vagy Ugandába, Afrikába, Párizsba, vagy Franciaországba valahol, Spanyolországba, USA-ba, különböző helyen, teljesen gazdagabb, szegényebb országokba is, azért a sakk az összeköt minket, sakk az egy nemzetközi nyelv, az egy olyan nyelv, ahol a gyerekek nem csak egymás közt helyszínen, hanem nemzetközileg az interneten keresztül is, én mindig remélem, hogy megtalálják az új barátokat, az új kapcsolatokat. A magyar színeket 20 gyerek képviselte, a legtöbben soltvadkertiek, de érkeztek Bugacról, Kecskemétről és Kiskunhalasról is lelkes sakkozók. Ez egy óriási megtiszteltetés, mi is így kezeljük. Biztos, hogy szerepe van abban, hogy január közepén átvettük a Magyarország legeredményesebb kistérsége díjat a Magyar Sakkszövetség székházában, és hogy ezért esett a választás ránk. A sakk egy olyan nemzetközi nyelv, amelyet mindenki el tud sajátítani. A soltvadkerti rendezvény arra hívta fel a figyelmet, hogy a sakkban mindenki egyenlő, és háttérbe tudja szorítani azokat a különbségeket, amelyekkel a mindennapokban szembesülünk. Megyei Krónika című műsorunkat látták a Bajai Televízió stúdiójából. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!